tapasztalat, hogy jó vezetőképző iskolák, jó menedzserképzők, azok úgy tudnak a leggyorsabban fejlődni, hogyha jó oktatói, kutatói bázisuk van. Jellemzően nagy egyetemeknek a vállalkozásairól van szó, ahol mindazt a tudást, amit az egyetem ezen a területen felhalmozott, azt a legkiválóbb oktatói, illetve üzletélet képviselői bevonásával azoknak is át tudja adni, és azoknak a fejlődését is tudja szolgálni, akik már ugye a nagyjátos életben kint dolgoznak. Tehát a nagy különbség a mi oktatásunk és az egész nagy egyetemi oktatás között, amiről az Ita beszélt, hogy mi felnőtteket képzünk, és itt a negyedik oldalon készítettünk is egy szlájdot erről, hogy a Corvinus School of Management, ami most már 10 évre tekinthet vissza, majd valamikor karácsonykor fogjuk ünnepelni a szülinapot, az négyféle tevékenységet takar. A koronadémánt, az az executive MBA, az a képzés, ahol az átlag életkor olyan 40 év körül van, legalább 10 éves vezetői gyakorlata van már azoknak, akik ide járnak. Ők valóban azért jönnek ide, hogy részben felfrissítsék az ismereteiket, részben új ismereteket szerezzenek, saját személyiségüket már megismerve az üzleti világban fejleszték azokon a területeken, ahol ennek szükségét látják, vezetői képességeiket gyarapítsák. Ezek a képzések nem olcsók, és ezért ez egy nagyon fontos sikermérce, hogy az iskola sikeresen tud-e hosszabb távon működni. Hát ezt mi büszkén mondhatjuk, hogy mi így vagyunk, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy itt nem, hogy nincs szó állami támogatásról, hanem bizony befizetünk a karnak, és ezzel segítjük a kar más képzéseit. A második nagyon fontos terület az az úgynevezett full-time MBA. Azért hívjuk full-time-nak, mert még az executive MBA-s hallgatók két hetente jönnek péntek délután és szombaton, illetve egy teljes hetet töltenek velünk az oktatás keretében. Ne felejtsük el, hogy aktív vezető pozícióban lévő emberekről van szó. Addig, akik a full-time MBA képzésben vesznek részt, ők minden nap iskolába járnak, ahogy egy normális mesterképzésben ezt tennék, de a mi feltételeink azok, hogy már legalább 4-5 éve végzett valaki, és hogy valamilyen vezetői tevékenységet már végzett, legalább egy nagyobb projektet vezetett, vagy egy kisebb csoportnak a vezetője. Minden oktatásunk angolul van, azért is vannak az angol megnevezések, ezért is voltam egy pillanat, ez a arra, hogy is figyeljek, amik magunkat magyarul, hiszen az egyetemről is mindig angolul szoktam csak beszélni. És az angol nyelvű oktatás is azt szolgálja, hogy az üzleti nyelvnek az elsajátítását, vagy kiteljesítését is segítsük a magyar hallgatóknak, illetve a külföldi hallgatók számára lehetővé váljon a részvétel. Ezen kívül van még két tevékenységünk, az egyik az, hogy szoktunk este szabott céges programokat is tartani, hogyha elég nagy számú jelentkező van arra bizonyos programra, illetve hogy olyan partneriskolák, nagy nevű nemzetközi intézmények, akik tanulmányi kirándulásokat szerveznek az executive rendőri hallgatói számára, őket vendégül látjuk, ez is egy fizetős szolgáltatás, részben oktatjuk őket, részben a magyar üzleti élet jeles képviselőivel ismertetjük meg őket. Az elismerésekről már sokat beszélt az Ita, erről nem akarok túl sokat beszélni, de azt a kettőt szeretném kiemelni, amelyik a legfontosabb nekünk a szakmai életünk szempontjából. Az egyik ez az elhasznált akkreditáció. Ez olyan, mint egy útlevél. Tehát aki nálunk végez, mivel ez a program, akkreditált program, ezt mindenhol úgy fogadják el a világon, mint hogyha ennek a hálózatnak bármelyik más neves tagjánál szerezte volna a diplomáját. Az amerikai akkreditáció most dolgozunk, de én értem több évig Amerikában, bizony Amerikában az úgy van, hogy akinek európai akkreditációja van, attól nagyon boldogok és elfogadják. Most több végzett hallgatónk is a multinacionális cégének amerikai központjába kapott állásajánlatot, ez is ezt bizonyítja. Ezzel együtt azért szeretném megszerezni, és elég közel állunk már az amerikai akkreditációhoz is. A másik dolog a ranking, ugye az akkreditáció az az, amikor a társiskolák vizsgálnak meg minket, vagy elég jók vagyunk, és bevesznek-e a klubba. Tehát ez azért nagy szó, hogy ezt megkaptuk, jó sokat dolgoztunk is rajta. A másik pedig az úgynevezett ranking,
Vagyis amikor sorrendben rendeznek minket, más iskolákkal összehasonlítva. És ez úgy van, hogy nem csak minket kérdeznek meg, hogy szerintük jó a program, hanem végzett hallgatóknak küldenek kérdőíveket, olyanoknak, akikkel ezek a hallgatók együtt dolgoznak, és ebben a sorrendben mi a régióban a harmadik legjobbak vagyunk, Szentpétervár és Varsónak az egyik egyetemen van előttünk, akiknek igazából a legnagyobb előnye az az, hogy sokkal nagyobb piacokon dolgoznak, és ezért szélesebb, nagyobb programokat tudnak menedzselni. Hogy kik a hallgatóik, összeszámoltuk, hogy hány cégtől jöttek azok a hallgatók, akiket eddig tanítottunk. 84 magyar céget találtunk, és 118 nemzetközi céget. Ezek jellemzően itt működő, itt dolgozó multinacionális szervezetek, akik elküldik a dolgozóikat hozzánk. Itt a szlájdon fel is soroltunk egy hosszú listát, hogy ki mindenki. Látszik, hogy a telekom szektor, az informatikai szektor, de mondjuk a Triumf is képviselve van, ezen kívül a tanácsadó cégek, a gyógyszeripar egyre jobban, tehát minden olyan komoly cég, aki Magyarországon működik, az előbb-utóbb megkeres minket, és az a nagyon szerencsés tapasztalatunk, hogy aki egyszer nálunk végzett, az általában ajánl is minket a munkahelyén a kollégáinak, és akkor így folyamatosan jönnek egymás után az ottani vezetők. Nyilván ennek az a titka, hogy világszínvonalú módszereket kell alkalmaznunk, hát ez nagy öröm, hogy ezzel kell foglalkoznunk. Én magam is egyrészt az üzleti életből jöttem, 25 évet töltöttem el, felső vezetői pozícióban voltam, tőzsdei igazgató voltam, a Mastercard-nak regionális vezetője, dolgoztam a bankszektorban, a kormányzati szektorban is valahol, mint állami gazdatás kérdezési vezetőhelyettes, de ezzel együtt a karrierem elején 10 évig kutató voltam, amit részben a Gazdaságkutató Intézetben csináltam, részben pedig New Yorkban az ENSZ központban. Úgyhogy amikor az ITA felkért, hogy nálam egy magányelennek az intézménynek a vezetését, egy pillanatra meglepődtem, mert nem gondoltam, hogy az oktatásra fogok dolgozni, de aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen az egész életem összes tapasztalatát itt hasznosítani tudom, és ez a filozófiája is az intézményünknek, és azt látjuk, hogy a legjobb iskolák is így működnek, hogy részben kutatókkal és gyakorlatban is oktatókkal dolgoznak együtt, akik követik a nemzetközi kutatási trendeket és a legújabb irányzatokat. Ugye a mi szakmánkban a kutatás az nem valami elefántcsontkoromba való ilyen, nem tudom milyen elméleti dolog, ami bizonyára más területeken hasznos. A mi területünkben a kutatás az nagymintás, empirikus felméréseket jelent inkább, tehát olyan információkhoz juthat ezeken a kutatási anyagokon keresztül a oktató, illetve a hallgató, ami olyan sok tapasztalaton alapul, amit mi az egyéni életünkben nem tudunk elérni, de a kutatók bevizsgált módszertannal ezt meg tudják tenni. Ugyanakkor nagyon fontos a napi ütőjével is rajta tartani a kezünket, ezért nagy örömünkre szolgál, hogy a gazdasági élet jelentős vezetői elfogadják a felkéréseinket, és vagy kurzusokat tartanak, vagy az elfogadtságuk miatt, ha ezt nem tudják megtenni, akkor meghívott előadóként segítik a munkánkat, itt meg is jelenítettük valamelyik szlájt a néhány az üzleti élet néhány fontos képviselői, de ennél persze sokkal többen is megteszik ezt. Ezen kívül a hallgatóinkat céglátogatásokra is elviszük, ahol ott folyik az oktatás annál a cégnél, ahol menjünk, itt felsoroltuk ezek néhányak közül, a színműztől a vizeri, mindenféle iparágból, mindenféle méretből vannak cégek. Tavaly ellátogattunk egy inkubátorházba, és megnéztük, hogy az hogy van. És akkor ugye ez is az élményszerű oktatás segíti. Itt az ötödik oldalon még van néhány érdekesebb adat. Az egyik az, hogy milyen háttérrel jönnek hozzánk, hogy persze azért a fele a hallgatóinknak az eredetileg valami közgazdasági vagy üzleti képzettséggel rendelkezik, és azért jön, hogy a gyakorlati életre rájön, mert van valami, amit ő nem tanult, vagy nem amire emlékszik, vagy nagyon fejlődő. Ugye például a informatikai támogatása az üzleti folyamatoknak, azt minden évben úgy, tehát ha valaki ezt érdekel,
ő is jöhet, de mondom, a személyiség, tehát a személyiségfejlesztés is nagyon fontos, tehát aki úgy érzi, hogy a vezetői munkájában tudjuk támogatni, és bizonyos személyiség egyéb tudjuk erősíteni, ő is használható. Ezen kívül sok mérnök jön hozzánk, akiket nagyon tanítani, érdekesek a gondolataik, és hát az egyéb kategóriában a jogásztól az orvosig, a szociológustól a filozófusig sok mindenkit megtalálunk. Lehet látni, hogy milyen országokból vannak a hallgatóink, alapvetően Magyarország és Európa vezet, de azért máshonnan is fogadunk kidolgozó üzletembereket. És mert a férfi-nő arányt nézzük, akkor ugye azt látjuk, hogy azért bizony a nők aránya a mi oktatásunkban is alacsony, mint a férfiaké, de tudjuk, hogy ez csak tükrözi a vezetők helyzetét a gazdaságban. Mi azon vagyunk, hogy a hölgyeket is felérkezzük az összes szükséges tudnivalóval, hogy megálljunk a helyünket a vezetőknek. Nagyon érdekes kérdés, mondtam ugye, hogy nem olcsó a mi oktatásunk, nem is az a célunk, hogy olcsó legyen, hiszen a minőségnek ára van. Kérdés, hogy ki fizeti. És itt a sajtóban közelmúltban mindenféle érdekes véleményeket olvastam, amit a mi gyakorlatunk nem támogat. Tehát mi azt látjuk, hogy az 50%-a a mi hallgatóinknak az bizony ő maga befizeti az oktatás költségét. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó minőségi visszajelzés, mert ez azt mutatja, hogy az emberek úgy érzik, hogy ők a jövőjükbe szeretnének investálni, és a karrierjüket szeretnék megtámogatni azzal, hogy többlettudást szereznek, illetve az ezt bizonyító nemzetközi érvényű papírt megszerzik, akkor bizony a legutóbbi felmérésünk szerint éppen több mint 50%, 56% ezt az utat választotta. Szerencsére azért még mindig van egy 27%, igen, egy-egyed, egyharmad közötti szám, ahol a munkáltató fizeti a hallgatónak az oktatási költségeit teljesen. Ez ugye azt mutatja, hogy a munkáltatók úgy érzik, hogy érdemes ide befektetni. Azt a világ tendencia mindenhol lesz, lehet látni az összes iskola, hasonló iskola tapasztalatában, hogy a 2008-as válság hozta ezt, hogy a munkáltatók kevésbé támogatják az ilyen típusú oktatást, a hallgatók viszont jobban érzik azt, hogy nekik szükségük van. Tehát ezek az arányok régen mások voltak nálunk is, de a világon máshol is. És a többi finanszírozáshoz pedig valamilyen megosztásban van vegyesen. Most még néhány szót mondanék arról, hogy mi az, amitől olyan különleges, amit mi csinálunk, és mi az, amit tudtuk demonstrálni azt, hogy európai, illetve világszínvonalon alatt vagyunk. Azt szoktam mondani az oktató kollégáinknak, hogy ha valaki ennyi pénzt befizet az oktatásra, az nem csak azt kérdezi meg, hogy tudást közvetítsünk neki, hanem azt is megérdemli, hogy ezt a tudást könnyen saját kapcsolva tegyük a számára, tehát érvényszerű legyen. Ezért van az, hogy sokszor megyünk ki helyszínekkel, sok érdekes eset tanulmány dolgozunk fel, de a hallgatók egymástól is tanulnak, illetve csapatmunkával a ilyen interpersonális képességeket, az együttműködő képességeket is javítjuk. Tehát számos kurzuson vannak olyan időszakok, amikor csapatmunkával kell feldolgozni a saját cégüknél szerzett, az adott tájban releváns ismereteiket, és utána ezt kell megosztani a többiekkel. Az a tapasztalatunk, hogy ez fantasztikus érzelmi élményt is jelent a hallgatók számára, hiszen örömmel beszélnek arról, ami éppen foglalkoztatja őket, és nagyon megörülnek, hogyha nagyon gondolatokat találkoznak, vagy esetleg van olyasmire világít rá egy hallgatótárs, amire ők nem gondoltak. Természetesen mindez azért, ami felügyeletünk mellett és a mindenki állásunkkal folyik. Ezen kívül nagyon fontos, hogy eredetileg, amikor ezt az iskolát alapították, akkor a fókusz a régió volt, és az volt a gondolat, hogy a régió ügyeire koncentrál. De azt kell, hogy lássuk, és talán ez az oktatásban is így van, hogy a régió, mint nagyon homogén egység, amely különül a világ többi részéről, ez ennél inkább elveszti a jelentőségét, hiszen felolvadozó globális folyamatokban, és az itt dolgozó multinacionális cégeknél lévő vezetők, őket arra kell felkészíteni, hogyha holnap Honoluluban vagy Floridában helyezik át őket, ott is meg tudják állni a helyüket. Illetve aki itt marad, és mondjuk magyar, sose lehet tudni, hogy milyen üzleti kapcsolatot kell építenie majd a cégének a megbízásából, milyen más kultúrában származó üzletemberekkel tudnia leállni
leülni és pozitív eredménye záruló üzleti megbeszélést folytatni. Ezért például tanítunk multikulturális tárgyalás technikát, hogy hogyan kell megállapítani a tárgyaló partnerről, hogy vajon milyen kulturális közegből jött, és hogyan kell megtalálni a kulcsot, hogy hogyan lehessen megteremteni a bizalmat, hiszen a bizalom nélkül nem nagyon van, csak egészen nagyon erőhelyzetektől eltekintve nem nagyon van ugye kilátás, hogy igazi pozitív jó üzleti megállapodás szülessen. Nagyon fontos, hogy van egy alumni, vagyis egy olyan kör, akiről beszéltem, akik nálunk végeztek, és akik olyan jól, olyan szép emlékeket őriznek az iskoláról. Most vannak a felvételi beszélgetések, a legtöbben én is ott vagyok, és bizony nagyon sokszor mondják azt, hogy amikor ezen elkezdett gondolkozni, és megkérdezett embereket, mondta X és Y, hogy amit végzett, és ajánlja, vagy ha hallott a máskor, hogy milyen jó. Illetve van, ahol kifejezetten arra buzdítja a cég a tanulni vágyót, hogy hozzánk jöjjön. Na most, hogy a kicsit ne csak az executive MBA-ről beszéljek, van a full-time MBA. Ha én most üzleti fogalmakat használok, és úgy beszélek a mi iskolákról, mint egy üzleti vállalkozásról, akkor ez volt az a zöldmezős beruházás, mondjuk, ami egy ilyen, úgy nevezzük az üzleti világról, hogy nincs már kétra lő. Tehát, hogy láttunk egy piaci részt, illetve láttak az előveim, ahol azt gondolták, hogy talán érdemes elkezdeni valamit. És hát itt a 7. oldalon bemutatott szlájdon látszik az a rendkívül dinamikus növekedés, ami bekövetkezett, és idén azt tapasztaltuk, hogy a stipendium ösztöndi lehetőségét is sok külföldi megragadja, és hozzánk jelentkeztek a legtöbben, érve a magyar kormánynak a lehetőséggel, hogy Magyarországon lehet tanulni komoly üzleti ismereteket. Most még néhány szót szólnék csak a felső oktatási partnerintézményekről. A nemzetközi sztenderdekhez igazodva mi előírjuk a hallgatóinknak, hogy a 4 fél év során egyszer egy 1 hetes külföldi tanulmányúton kötelezően vegyenek részt. Többen is részt vehetnek, de egyen kötelező, hogy mégiscsak egy kicsit élőben lássanak egy másik üzleti kultúrát. A egyik ilyen partnerünk az a Külipiák Egyetem, New Haven-ből, Amerikából, és a másik partnerünk az pedig a Munich Business School, amelyik pedig Münchenben van, ugye értelemszerűen, és itt az a program, hogy részben oktatásban is részesülnek a hallgatók, de meg nagyon sok céglátogatást szerveznek a számukra, hogy részben a német, a minden környékén a német cégeknek megismerjék a gyűrű a gazdálkodását és a vezetési stílusát, illetve ugyanez igaz Amerikára is. Azok a iskolák közül, akiket rendszeresen fogadtunk, kettőt neveznék meg, az egyik a Bentley University, amelyik Bostonban van, és nagyon neves üzleti iskola, és nagy örömünkre szolgál, hogy itt töltenek nálunk egy hetet a hallgatókkal, illetve az Omnium Global Executive MBA, amelyik egy svájci és egy kanadai üzleti iskola összefogásával azoknak a hallgatói gyűjti össze, és a régióban mi vagyunk az az ország, az az iskola, az az intézmény, akit meglátogatnak. A 8. oldalon látszik sok arckép, és sok fotó. Ez azért van, mert egyrészt a kuratóriumunkat mutatja, ahol azoknak a képét gyűjtöttük össze, de a honlapunkon a neteket is lehet ellenőrizni. A legutolsó hölgy, aki a Google Magyarország vezetőjének nem szerepel a listán, de már állattuk, a képét már ide tettük. És ez az a testület, ez a kuratórium, aki részben évente egyszer összeül, és akkor együttesen is segíti a munkánkat, de másrészt pedig kis csoportosan vagy egyedileg, ha megkeresjük őket, számíthatunk a támogatásukra részben, mint vendégelőadó, részben, mint céglátogatási célpont, vagy bármiféle egyéb tanácsra szükség van rá. A vállalati kapcsolatainkat nem mondom még egyszer el, az ugyanezen az oldalon látható, néhány céget kiragadtunk, de ennél sokkal több van. Az utolsó szlájdra hallgatói véleményeket tettünk, ennél sokkal több van. Próbáltunk olyat találni, ami talán a többféle szempontból is megmutatja, hogy a hallgatók mire elégedettek. Az egyik, egy török hallgató, aki egy
itt Magyarországon működő egyik legnagyobb törőcégnek az egyes számú vezetője, neki nagyon tetszett, hogy hányféle oktatóval is találkozott itt, ugye mondja, volt miniszter, volt tőzsdeigazgató, volt elszisztségviselő, tehát hogy nagyon sokféle kultúrában, nagyon sokféle munkakörnyezetből származó, vezető posztot betöltött emberekkel tudták megosztani velük a véleményükért. A másik az egy tegnapi, az egyik magyar hallgató hozta be a diplomamunkáját, és azt mondta nekem, hogy képzeljétek el, hogy ami ott ide járok, most még tettek elő másodszor, mondjuk is, hogy figyelj, akkor ezt most minden mindjárt beírjuk. És akkor van a harmadik, amelyik megint egy magyar hallgató volt, és ő azt mondta, hogy az élete legjobb döntése volt. Ő saját maga fizette a tanulmányait, és azt mondta, hogy ennél jobb üzleti döntés sosem hozott. És akkor még zárszólnak annyit, hogy amikor az állóvizsgákat tartjuk, és ott ülünk a bizottságban, meg kihirdetjük az eredményt, akkor utána egy kicsit már szoktuk ünnepelni a sikeres vizsgát, és akkor a hallgatók mindig arról számolnak be, hogy persze fontos a tárgyi tudás, fontos, hogy most maga biztosabban tudják elolvasni a pénzügyi jelentést, a cég érdekére kell ránézni, nem érzik úgy, hogy el van a pénzbe, és nem értik, hogy mi az. Örülnek, hogy egyszer egy IT rendszer kiválasztásba kerül, egy informatikai rendszer építésbe kell részt venni, ha már nem érzik úgy, hogy fogalmuk sincs, hogy most miről van szó. Tehát sok-sok technikai ismerettel gazdagodtak, de amit mindenki mindig van, hogy a legtöbbet mégis az emberi mi voltában nyerte, hogy maga biztosabb lett, jobban megismerte önmagát, úgy érezte, hogy ott fejlődött, ahol szüksége volt, a hallgatói között, a barátokkal a tapasztalt, akikkel közös üzleti terveket dolgoztak ki akár, és kezdtek együtt valami közös projektben. Megköszönöm a